Sziasztok, Zazóka vagyok, Majtikák, hát akkor folytatjuk is. Pihentem vagy két másodpercet. Nyomjuk, ahogy ígértem, hogy csinálom, mert teljesen, egy picit úgy föl vagyok spanolva, ha bár mondom, érzem, hogy fáradt vagyok, hogy álmos már, de... Pizsiosztás van, ilyenkor már én nem nagyon szoktam játszani. Este 10 óra, nem sokára, pár perc. Reméljük, hogy bírni fogom. Figyelemmel, meg kitartással. Majd kiderül. És most nem tudom, hát végső soron ugye elhittem a 34-es szintet. Arra tényleg nem emlékszem, hogy a Szóvi hogy mondta, hogy 10 óra van a hátra. Hogy most ez lesz a végső harc, vagy nem. A francse tudja, gyerekek. Nézzük meg. Was it hard? El tudom képzelni, van rá első, hogy nem. To hear you reveal all about your experiments with the Elder Blood gene? Unlikely. I've hidden nothing that could be useful in our struggle against Eridan. As regards the Elder Blood, you're all aware Ciri is exceptional. I am alone only in knowing to what extent. Or maybe you're just obsessed with her. I'm obsessed. Lehet, hogy megérné beszélni először például Cirivel. Got a minute? Of course. Semmi. I should go. All right. We'll talk later. Jó. Beszéljünk Trisszel. Yes, Geralt? Jól megvagy. Ezt már biztos, hogy kérdeztem tőle. Jó, mi nézzük meg. Biztos, hogy kérdeztem tőle. Holding up all right. It'll be a hard slog for everyone. You know what I mean. What am I supposed to say? I mean, I knew you and Yennefer. Eleve összetudjott, jó, beszéltem vele. I guess so. Még hozzá valamelyik előző részben. Can we not dwell on it? Jó, így van, ejtsük. Understood. Ejtsük a témát. Még mondtam is ezt kapcsán, ha jól emlékszem, hogy így most rákérdezem a fejlesztőket, hogy ez most hogy is volt ez a előre tervezés. Szirikém, ne legyél már ilyen búval bélet. Geralt? Nem, semmi. Thanks, akkor... Jan. See you later. Akkor viszont menjünk és beszéljünk akkor a... tündékkel, tündével. Yes, Geralt? Na. De jó, hogy elkezdtem ásítani. What makes you think Eridan won't figure things out? I doubt he'll think the elves of the White Fleet suddenly long to see him. We can alter the signal emitted by the Sunstone. Unlikely Eridan will recognize its origin. It's not the only artifact to possess this power. There are others. Great. Now mind telling me why I had to scour Skellige looking for this one? The Sunstone was the easiest to find, believe me. Jó, elhiszem. Jó, akkor még ő van. Went by your laboratory. I trust you did not make a mess. Didn't mention you were the NL Elves' chief source of knowledge about Ciri's abilities. I didn't mention many things. Fortunately, they're no longer important. Your experiments with the gene, Elder Blood, that's not important. I pursued those studies to protect Ciri. To protect Lara Doran's blood, in whomever's veins it courses. Találkoztam valakivel laborodban. Ran into someone at your lab. Did you know? A she-elf. Claimed you hate Ciri. So how's that fit you trying to protect her, whatever the cost? Not at all. You don't really expect me to confess my feelings to you, do you? Jó, hát ez ilyen semmi beszélgetés volt. Ég veled, mesél róla. Jó, hát akkor mehetünk, gyerekek. We found the Sunstone. Ezt mondtam, hogy csináljuk, akkor nyomjuk. To Dillion of the White Fleet. As legend has it, she never used the stone and Gelban died of sorrow.
Won't keep Eridan waiting that long. It seems we've everything. We can go. Keep in mind, once we commit, there'll be no returning. Mehetünk. Nyomjuk. Tehát most tényleg nincs jobb ötletem, gyerekek. 34-es szintű vagyok, most már mit csinálják még? In that case, let's go. És... hát igen, még páncélt lehetne fejleszteni, meg ezt meg azt mondom az, de... de... tehát nincs összetevőm. Az a hülye szörnytől, vagy mi a fügyfene? Az nem volt. Minden esetre két erős páncélzatom van, tehát ami a legjobb. Kettő meg nem. Illetve még be lehetett volna pakolni még rúnaköveket, tehát... majd még kiderül, hogy mi lesz. You will position yourselves on the cliffs. Here, here, and... Thank you. I believe we know how to form a circle. Even those of us who lack eyes for the moment. I simply wish to avoid... oh, Geralt. We were waiting for you. Really? Seems to me you'd started already. We were discussing questions of a magic nature. Nothing of great interest to you. Right. Because I'm just a simple witcher. Don't worry. Simplicity has a charm all its own. Jaj, de aranyos. You are about to explain your plan? It's simple. Which does not mean it will be easy to execute. I shall activate the Sunstone. If Caranthia answers the call, the Nargle Fair should appear in the bay shortly afterwards. The Lodge must then prevent the ship from returning to the world of the NL, while the Imperial fleet blocks its escape by sea. The 7th Infantry Regiment under Duke Varatra must then board it, with your help, naturally. És te mit csinálsz? What about you? Where will you be? Waiting in reserve. If something goes wrong, I shall react. Like a general commanding troops from a hilltop? Gonna signal us by horn or use messengers? Exquisite irony, but what did I do to deserve it? Have I given you cause to doubt my intentions? Ladies and gentlemen, less talk, more action, please. Sisters, we must scale the cliffs. Good luck. Szóval elég sok varázslónőnk van, akárhogy is nézem. Plan is missing one important element. What about Ciri? Cyril will wait. At a safe distance from the Nargle Fair. Arról híres. Bölcs, gondolom ez nem, hát gondolom ez nem Ciri ötlete volt. Wild guess. Not what you had in mind. No. I wanted to go with you. That was my idea. But I won't allow it. Far too great a risk. Nem mondhatnám, hogy tévedsz. Túlságos és nagy a kockázat. Hát most mennyivel nagyobb, ha itt marad vele? Nem jobb, ha velünk van, Ciri? Semmi jót parancsokat adni neki. Don't have the right to order her around. Amusing. Nem bízom velem. Jirel said the same thing, only at much higher volume. Jó, nem hiszem, hogy I do in fact have this right. For only I know how to activate the Sunstone, which I shall do on my terms or not at all. Jirel recognized the strength of my argument. I have no doubt. Hát most akkor mit tudunk csinálni? Jó, Istenem. Jirel, do you swear to stay on shore? Do I have a choice? Ez az. Where are you going? For a walk. Or is that not allowed either? Because I could break my leg. Oh yes. The Elder Blood can be fiery. Az Indra az apjától örökölt értelmetlen megtévesztésének, hogy valamit megtegyen. Teljesen lényegtelen. Telling Ciri she can't do something is counterproductive, speaking from experience there.
Ultimately, she does what she wants. Let us hope. Pardon me? Never mind. Time is short. If you wish to do something, brew your substances or whatnot, do it now. You won't get the chance later. I shall await you by the boats. Akkor meditálunk. Átnézzük a páncélokat. Ha tényleg megkapjuk ezt a lehetőséget. Yen, why are you here? To see you. No. Something happened? Not yet, but it might soon. We may not survive this. In fact, our chances are slim. Próbálj nem pánikba esni, ezt hagyjuk. Igaz, a dolgok gondolom rosszra fordulhatnak. Jó, hát ezt ő is tudja. Ne aggódj, maradjunk ennél a frázisnál. We've come a long way, and I'll be damned if we've come to fail. Így van. It'll be all right. I admire your optimism. Wish I shared it. Én mindent megteszek érte. Listen to me. Once it's over, if we survive, visszatöltöm az állást. I wish to leave, go far away, and I'd like you to come with me. Where? Wherever. To Povis, beyond the Dragon Mountains, Zeracania even. As far as possible from politics, plots, and so-called high society. You? Dropping plots and politics for good? You're in your element in that world. It's your life. Time to start anew. I'll believe it when I see it. Lehet, hogy ez volt a... Yes, but only to set matters straight. To be able to withdraw, having retained the upper hand. Nem tudom. What then? A small secluded hut with a flower garden to tend to? Why not, if that is what you dream of? We shall leave together. Go where we please, do whatever strikes our fancy. So? Coming with? Na persze, hogy megyek. Persze, ezt akarja Gerard. Habár ez... Nem, mert Ciri meg menjen a maga útján, így van. I'd go anywhere with you. The answer I was hoping for. Go, Geralt. Avalok awaits. And don't get killed, Witcher. Addigom lehet, hogy már tényleg ez lesz a végső harc. Végső soron nagyjából minden kappal. Szintet elértem, ennyi. Na, és akkor... És akkor nézzük át a felszerelést. Nézzük át, hogy 95, 93, hát most én nem tudom, ezeket sajnos nincs értelme növelni semmit. 99, 100, 99. A bombák. Ez az a baj, hogy sajnos semmit nem használ szerintem majd. Az a fagy, az nem tudom, hogy mennyire fagyasztaná meg ugye azokat a lényeket. A dimetérium bomba szerintem, na jó, tudjátok mit, mi lenne akkor, hogyha ezt a holdport raknám a dimetérium bomba helyére. Haló? Most mi van? És mit csináltam? Ne szivattyúzzál már. A francba olyan hülyén rakja ki. Na, végre. Kicsit összezavart ez is most. És akkor még ebbe a zsebbe... Hol vagyok? Ha még abba a zsebbe rakhatnák valamit. Mennyi olyan italom van? Nem? Itt kell, hogy legyen nekem. Ott van, 9. 9. És akkor azt rakom be így most ebbe a zsebbe. Legyen ő ott.
És akkor még ebbe a zsebbe rakhatnék valamit. Azt mondja, a villámfőzet az úgy gondolom, hogy az jó, növeli a támadó erőt. Az legyen. És akkor, ha jól látom, akkor talán nem is kell meditálni. Nézzük itt még valamit, amit bekészítetek a zsebbe. Hát, növeli a jelekerét, az bármikor meg tudom inni. Olyan kell, amit nem akarok itt elővenni. Itt most a hatékonyabb villámfőzet. Jó, vegyük kézbe az egeret. Hatékonyabb villámfőzet. Kiváló fecske. Röhely, de tényleg, most egér el a jobb. És akkor ugye a rődbagolyt. Talán, ugye? Habár nem szeretem váltogatni így ezeket a zsebeket, mert olyan nehézkes, tehát, hogy igen. Kicsit így rajta kell tartani, és tudjátok, még közben mozogni is, meg minden. Na jó, mindegy. Oké. Mondjatok még valamit esetleg. Mágikus lények ellen olaj az alap, szerintem. Menjünk. Azt szeretem tudni, hogy ébren vagy. Az a helyes. Helyes, maradjál ébren. No. Oké, fiúk, nyomjuk. Ready? Oh, eszembe jutott valami. Need a bit longer. Fine. But don't dawdle excessively. Oké, ki pici tesó. Nem fogok sokáig piszpogni. Hát, nincs itt a közelben semmi, csak az a kovács. Szállásmester. Nem ez volt a Csermelynél? Hadd látom, mit árulsz. Van-e neki itt valami érdekessége például? Támadás ereje, páncéltörés, adrenalin növelés, adrenalin, páncéltörő. A páncéltörőből amúgy is nekem van még, ugye? Esetleg itt lejjebb van valami? Semmi. Azt eladhatjuk neki. Vissza. Ezt adjuk el neki. Nem fogom használni. Ezt viszont nem adom el, ez majd megy a ládába. Oké. Tárgykészítés, javítás. Használatban lévők javítása. Jó, hát legalább ennyit megtettünk, srácok. Jaj. Ennyit megtettünk, srácok. So long. Igen, még egy picit körbe akartam nézni, hogy hát, hogy még lehet venni jó dolgokat, de akkor... Akkor ennyi, meg egy Bambi, menjünk! Ready? Kezdhetjük. Kezdjük. Let's get these bastards. With pleasure, Geralt. With pleasure. Kíváncsi vagyok, mennyire leszek fáradt hozzá. I give you my heart. What kind of spell is that? It's an old love letter. Ancient. As I said, this stone was to reunite a pair of lovers. Never thought I'd say anything of the sort to Eredin. En verilith serenad, Ada Eich Blaine, Ida May.
Jó. Jó, remélem nem kell nagyon sokat harcolni. Nagyon nincs kedvem hozzá. Tehát tudjátok, ez a hosszadalmas, mint a Kármorán ostrom, úristen. Most több, hogy tényleg szinte egy órán keresztül kellett csinálni a dolgokat. Kicsit hosszadalmas volt. Na mindegy, majd meglátjuk, hogy itt mi lesz. Én még tényleg azt is el tudom képzelni, hogy, még ez még nem a vége. Trisszel mi lesz? Meg most mit nem tetszik nekem a fizimiskánál. Hú, mi lesz itt, gyerekek? Azt a mindenit. Itt jövünk mi, ahogy nézem. Aizio, Galevoane. Kicsit hang, halk. Halka a animációnak a hangja. Ez nem volt ilyen hang. Nem volt ez ilyen halk eddig, csak egy picit halkabb lett. Úristen! És most Sirivel leszünk. Ott van aktivátor tisztől. RB. Nem működik ez sem. De miért nem tehetem most meg? Lehet, hogy tényleg Triss kell hozzá? Trissnek a valamilyen közelsége? Ácsi, mi lenne, ha nem állnál itt leharcolni, hanem
hanem mi haladnánk előre, dinamikusan. Gyerünk, nyomjuk! Egy picit itt egy párat levágunk. Nyisz, nyisz, nyisz. És megyünk tovább. Mert végső soron nézzétek, tehát minek álljak le harc? Ott van a varázsló. Nem megy semmilyen villanás, roham. A roham az az Y, ha jól tudom. Ó! Kis szemét rám csapogott a kezünkre. Ez az. Gyerünk, Siri! Ne hagyd magad! Öld meg a rohadékot! Gyerünk, támadj! Ne hagyd, hogy fölkeljen! Nyomasd! Ez nem Hollywood! Nyomasd, üssed! Szúrjad! Na, mi történt? Gyerünk, Siri, kelj föl, nyomogatom a gombot, nem akarom átugorni. Nem már! Siri! Almost, Sira. Almost! Hoppá. Majd talán mégsem. Ez jelenti, hogy anyádat. Az nem néz ki jól. Na? So be it. Let us end this. Oké. És ígyunk egy jelerősséget. Nem. Rohadtul nem szokott használni ilyen a jelek. Támadó erő. Oké. És ennyi. Ossz, anyád! Ó, milyen varázslata van neki. Na nézzük. Hol vagy? You see, it's not so simple. Nem fogok a másik. Gyorsan üssük meg! A franc, egye meg! Ragd már azt a hülye fákját! Nézzük meg az északi szelet. Oké. Ó, de rohadék. Hol vagy? Ott vagy. Ez valószínűleg, hogy el fog tűnni mindig, hogyha amíg ezt a kettő barmot nem ölöm meg. Na nézzük meg. Aha, jó. Akkor srácok, nincs más hátra.
mint hogy le kell győzni szerintem ezeket a gólemeket, varázs gólemeket. Meghaltam. Hoho, azért vigyázni kell. Jól van. Legutóbbi mentetlenes betöltése. Valószínűleg, hogy itt a harc elején lesz. Annyi az biztos, hogy... tehát, hogy amikor megidézi ezeket a lényeket, akkor azokat kell a leghamarabb legyőzni. Mert mindig elteleportált előlem a rohadék. Gondoltam én, hogy leverem őt, mint a vaka poharat gyorsan. Az a három lény meg ott hagyjuk, grabugráljon, de nem. Úgy nézem, hogy őket le kell verni. Semmi probléma. Megoldjuk. Megoldjuk, és nem szabad, hogy hagyjuk, hogy rám csapjanak, mert azért elég durva. Jó, oké. Felszerelés. Akkor mágikus lények olaja. Adja magát. Támadó erő. Hogy? Na. Ne kapkodj, atya. Támad erő. Ez az. Jó, és már le is ugrunk. Jaj! És... gyorsan csapjuk meg! Ez az, te rohadék. Ott vagy. A fuci ad neked! De... Ajaj! Hol van? Ott van. Gyorsan csapjunk rá, csapjunk rá, Még csapjunk rá. Ott van, csapjunk rá. Ez az. Nyomjuk! Aha, most mintha már akkor elkezdett volna teleportálni. Ott van! Ez az. Nem kell itt nagyon vele genyózni. Hoppá! Hoppá! Érdekes, hogy most valamilyen nem teleportál. Na most kezdett el? Ez az. Teleportál a rohadék. Ez az, most nem. Jó, merre vagy? Atta vagy, te rohadt. Mocsok pajta. Hol vagy? Most nem is nézem azt, hogy ki hol van, hanem... Gyerünk! A franc, egyen meg te. Mocsok pajta. Nem jó. Megvan? Nem, még mindig el fog menekülni, vagy én nem tudom. Na. Hoppá. Jaj, bocsánat! Bocsánat, azt a mindenit. Megnyomtam a X-et. Bassza meg, ezt nem hiszem el. De miért? Azt hittem, hogy ott valamit harcolni kell vele. De nem.
Na jó, mindegy, a lényeg, hogy valamit ott eleresztett. Na nézzük, mi történt. Mert ugye még hátra van. Bizony. Tehát ugye gondolom ez a varázsló volt, aki a jeget csinálta. Gondolom én. Na nézzük. Hoppá. Nilgárdia. Na. Siri eltüntette magát? Amúgy tuti, hogy ez sokkal nehezebb lenne, ugye a legnehezebb fokozaton. Ugye, aki esetleg nem tudná, én most egyel visszaállítottam, tehát, hogy a utolsó előtti nehézségi szinten játszom. Na, mi a feladatunk? Jussak föl valamelyik a fedélzetére. Hát akkor én megint azt mondom, hogy ne gatyázzunk, majd ott a katonákat vívnak egymással, mi menjünk a célpontunk fele. Ú, de durva volt. Tehát nem fog itt állni harcolgatni. Ha nekem a játék azt mondja, akkor én megyek. Ameddig... Na itt most már nem mondja. Itt egy picit úgy vett a játék, mintha nálam lenne a kard, aztán mégsem. Ezt nem értem. Néha a játék teljesen meg... Biztos, hogy nem az idem volt kijelölve a varázslatok közül. Tuti visz vissza. Nézzétek, tehát visszáll valami teljesen hülyére. Ez annyira dühítő, hogy hihetetlen. Marad, marad, marad. Esetleg a könnyelet. Aha, majd persze, hogyha lesz nekem elég pontom rá. Állj! Mágikus lények olaja. Mágikus lények olaja, mintha elfogyott volna. Igen. Jó, egyelőre a többi marad úgy, ahogy van. Legyen meg. Na igen. Tudunk meditálni? Tudunk. Na akkor meditáljunk. Ezt komolyan mondom, hogy ez... Ja, hogy azért... Jó, jó, jó. Oké. Kicsit vicces lett volna. Várjatok? Arra kell menni. Ez mi? Ez a... Skellige uralkodó? Vagyis hát ne, uralkodó, igen uralkodó, legyen uralkodó. Ugye ennek a lánya ugye a király végül is. Azt nem is tudtam, hogy ők itt lesznek amúgy. Danny last words. Set a trap. Fight. You
Hát nem úgy néz ki, mintha nagyon meg tudta volna sebesíteni a főmuftit. I was hoping you'd come. No. Because I've something to tell you. But I'll do so afterwards. As you expire. Hát én nem tudom, hogy ellene mit rakjunk be. Nézzük meg, hogy harcol. Teleportál össze-vissza. Teleportál össze-vissza a rohadék. Teleportál össze-vissza a rohadék. Én szerintem... Basszus. Ajajajajaj. Nem nagyon tud viszont sérteni. Na, hát itt állandó mozgás lesz. Szerintem ugyanaz lesz, hogy... Banyek, hagyjam el lóba egy picit. Na jó, álljál le, légy szíves. Na, tehát, hogy lehet, hogy ugyanaz lesz, mint a másiknál, hogy állandóan össze-vissza fog teleportálni, és egyszer megáll a pihen. Eddig mondjuk nem úgy nézett ki. Felszerelés. Be van kenve a kard. A támadó erőt. Támadó erőre iszunk egy picit. Mire ígyunk még egy picit? Hát én nem tudom, hogy ellene a jelek ereje mennyire számít. Adrenalin pontok talán jól jönnek most. Na jó van. A franc egye meg, tehát hihetetlen. Hihetetlen. Nem tudom berakni. Aha. Amikor ő elkezd csapkodni, akkor szerintem tudok vele harcolni. Ó, és nagyon sok kell vele. Nagyon sok kell vele. Nagyon sok kell vele. Nagyon sok kell vele, nagyon sok kell vele. Ó, és na ilyenkor szerintem értelmetlen vele leállni. Na most megint elkezdett csapkodni. Azt a mindent, nézzétek meg! Jó, tehát... Állj már le! Állj már le! Nagyon rossz! Nagyon rossz! Nagyon rossz a rendszer! Beállítok valamit, történik valami változás, és visszaáll teljesen minden az alapra. Valami teljesen baromságra. Hát ez hihetetlen rossz. Ezt nem vették észre eddig, gyerekek. Te úristen, tehát ez nagyon rossz. Na, hova megyünk? Tehát ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz, hogy ezt eddig nem tudták kiküszöbölni. Egyszer beállítok valamit, és történik valami teljesen más hülyeség, és egyszerűen visszaáll alapra. Hát ez nagyon rossz.
Jó, sokat nem tudunk vele csinálni. És ugye tényleg most megint ugye az a baj, hogy egyszerűen... Ha ott vagy, te rohadék. Hogy egyszerűen nem forog utána nekem most így a kontroller harcnál. És egy picit rossz. De hát meg lehet őt győzni, mondjuk ilyen nehézségi szinten. Ugye? A legnehezebben pedig szerintem bért kisileg. Hopp! Menjünk oda hozzá! Jaj, mami. Rakjuk be. Itt vagy. Igen, tehát már nem forgatom a kamerát, hanem látom, hogy hol van a mini térképen, és úgy ugrok oda. Vicces, de ez van. Jó. Rajtam maradt. Viszont a mágikus lények elleni olaja. Nem tudom, hogy használ-e ellene, srácok. De rakjuk be. Oké, a főzetmérgezésem 27%, az még jó. Rakjunk be egy kis támadó erőt. Mit szólnátok hozzá? Ez az. Jó. Hopp, mami. Ó, már le is vette rólam sajnos a pajzsot. Nézzük meg egy járdot ellene. Ó, mintha megtántorodott volna. Aha, megtántorodik az ártól. Hát akkor jó. Nem mintha persze sokat számítana. Ott látok, hogy hol vagy, te rohadék. Meg lesz a kis mocsó. Na mi van? Nem tudok semmit csinálni. Elmenekült. Nem, mintha elmenekült volna. Nagyon kicsi kell neki már. Jó, most megint itt.
Nagyon pici kell neki, nagyon pici kell neki. Meg is van, szerintem meg is van. Ez az... Csak semmi finomság, Geralt. Nem finomkodunk. És akkor lehet, hogy... Lehet, hogy ez a játék befejezése lesz. Még döfjünk bele. Gyerünk, Geralt. Ne lovagiaskodjál. Tudjátok, az a barc, hogy ez baj, hogy ez annyira hollywoodi, tehát nem hiszem, hogy a valóságban itt megálltak volna. A valóságban azonnal meg akarom ülni az ellenfelet. Na nézzük, mi lesz. Ő pedig megszokott Cirillával. Jó, hát és ezzel én mit tudtam volna ellenük tenni? Meg hát de okos úgy vagy, hogy kihasznált minket. Hát te miért nem voltál okosabb? A végső ellenfél végül is akkor az Avalanche lesz? De szerintem nem tudunk ellene semmit tenni. Semmit nem tudunk ellene tenni. Jó, ez esetben megbocsájtom neked, kedves. Aj, ki a Yennefer. Úgy tárgyat kaptam. Where's Ciri? What? I thought you knew. All I know is Avalok might have betrayed us. What the? That is storm. Úgy tudok ellene mit tenni. Avalok, tehát nem lehet kikerülni Avalokot szerintem. Tök mindegy, hogy mennyire nem bízok benne. Nem bíztam benne, és mégis megtörténik a dolog. Szerintem Avalok lesz végsősorban a fő ellenfél. Én csak ezt tudom elképzelni. Az igazán fő ellenfél. I find it damned hard to believe, but the gate between the worlds is open. We must reach the tower quickly. Stop Avalok while this can still be reversed. Most mi lesz? What are we gonna find there? If the tones are to be believed, nature's laws will cease to hold. Gravity, time, Unflick, all of it will be turned on its head. Exaggerating for effect, right? Not one bit. The conjunction of spheres has begun. The worlds, they're aligned, permeate one another. Avalok could use this. Bring the NL here, or something far worse. Jó. Nem ért nagy meglepetés, mit nem mondja. Tehát, bocs fiúk, de egyszerűen nem ért nagy meglepetés. Nem tudom, miért olyan nagy szám ez a kard. Viszont meg kell javítani a nálam lévő cuccokat. Ő nem használtuk. 50%-ra leromlott. 90. Talán páncélt nem kell javítani. Így van. Viszont a kardot igen. Basszus, oda menj vissza, légy szíves. Hát 40%. 90. Elég a 40. Úgyni, megvan. Kaptunk valami rúnát is, de én úgy tudom, hogy valami kis rúnát kaptunk. Na jó, egér. Aha, igen. Kicsi pici rúnát kaptunk. Jó. Egyelőre nem rakok be semmit. Nincs értelme. A küldetést nézzük meg.
Jó, tehát igen, tehát tényleg nem ért nagy meglepetés. Ezzel a zavarakkal. Viszont olvasuk. Nem, bocsánat, hol vagyok? Szójegyzék, szereplők, és... Avalak. Jó, de jó, tehát sejtettük, na. Tehát azt a mindenit. De én úgy gondolom, hogy ezzel nem tudunk semmit tenni. Én nagyon úgy gondolom, srácok. Tehát lehetett sejteni, szerintem sokatok sejtette, de egyszerűen így ez a játék. Én magábbis nem tudom azt, hogy Avalakkal mit tudtunk volna csinálni. Na jó, mindegy, menjünk, nyomjuk. Same as Eridan, I imagine. He will use her to open a gate between the worlds. Oké, nézzünk még vissza ide a küldetéseket, mert most változott meg a küldetés. Nem, semmi. Nem változott meg. Oké, tudunk menteni? Jól van, és akkor menjünk, kedves Yennefer. Nem nézelődök most, keresgélek, kutatgatok. Húzzunk. Sőt, fussunk. Shit. An earthquake. We must hurry. Damn it. That shit's about to Végsősorban ennyi a feladatunk, hogy futunk, mint az őrült. Ahogy látom. Amúgy minden elismerésem annak a pajtikának, vagy pajtinőnek, aki... Na. De... Hogy kapja? Hogy? Jól van. Ezt egy picit vicces volt. Ugye a rossz lovat akartam elkapni, amit Yennefernek szántam végül is. Rossz fele megyek. Jó lenne látni, hogy merre kell mennem. Most Yennefert kell követni. Na, tehát, hogy minden elismer ennek a partjának, partjának, aki a legnehezebb fokozaton legyőzte majd ezeket az ellenfeleket, ugye? De biztos, hogy az úgy nehéz kihívás. Na jó, itt most már talán az ösvényt kell fölfele követni. Vannak kicsi-pici hibák a játékban. Mire várjuk? De most miért várjuk? Hagyjál már végén. Mire kell várni? Ja, hogy maradjak a közeledben, mert megfagyok. Oké. Vettem a lapot, kedves Jen. Oké, vadfal kell égni. És maradjunk ilyen közelébe. Itt az árnyékban, ahogy nézem. Mágikus lények elleni olaj. Omjuk be. Ez az. És menjünk ilyen után már, és elnyom meg. Hogy? Tornázzam már föl az életerőmet, az Isten áldjon meg titeket.
Menjünk ilyen után, menjünk ilyen után. Gyorsan. Tornázzuk vissza az életerőt. Ez az. Na nézzük, hogy itt, ide érünk már végre valahára. Történt. I'm fine. Now go and give Avalok my heartfelt regards. Jó. A végső kor. Juss el a tündék tornyáig. Ez lesz. Ahogy nézem, hogy mosogtam be az olajat, de elmúlt. Ó, Istenem, meg ő... Ja nem múlt el. Csak nem jelzi nekem ott valamiért, ha jól láttam. Bügyi? Igen, valamiért nem jelzi. De amúgy ott van. Jól van. Itt vagyunk. Ragyogunk. Jaj. No, mi lesz? Geralt. So unfortunate. I'd hoped you wouldn't have to witness this. Where's Ciri? Nearby. Listen. Shut up. I've heard enough of your bullshit. Draw your weapon. Let's get this over with. Miért dobtál a kardot? I think you will not attack one unarmed. Wouldn't be so sure. I'm in a foul mood. I am not your foe. I am merely helping Cirilla. I don't believe you. Can't. Not after all that's happened. Will you believe me? Hmm. Avalok speaks the truth. I asked him to help me open the tower. Because I aim to enter it. Nem akartál volna figyelmeztetni? Valamiért nem, most lényegtelen. Miért tennél te ilyesmit? Why the hell would you do this? The Wild Hunt's been defeated. The White Frost has not. Bizony. Ugye mondtam, hogy... I have seen worlds bound ez a... Hát a fehér fogy az még ott van, az ellenfél. Only the Elder Blood can stop the White Frost. Only I can stop it. Na de hogy? A fehérfagyos csak is az ősivér állíthatja meg, csak is én. Nem érdekel, menjünk. Nem hiszem, hogy Cirit meg lehetne győzni arról, hogy nem érdekel, menjünk. Ő valamiért erről nagyon meg van győződve, ugye? Nem jön semmiféle végítélet. Na, ebben sem vagyok biztos. Mert hát én személy szerint és Geralt sem szerintem nem hiszi a jóslatokban. De viszont most ugye megtörténtek ezek a dolgok. Láttuk a világokat, amik ugye jéggé váltak. Avalok ostobasággal, gókkal tömtötte le a fejed. Ajajajajajaj. Na most... Ez az a pont, amikor én mondtam, hogy én... hogyha a Geralt... Dot ismerve, hogy ő mit mondana és hogy döntene.
Ő szerintem ő magasról leszar bőven minden, gyerekek. A magasról leszar bőven mindent. Neki olyan a kapcsolat a Sirivel, hogy ő azt mondja, hogy nem érdekel, és menjünk. És ezt kezdtem el sugallni, hogy szerintem lesz valamikor egy ilyen választás, és akkor én elhatároztam, hogy én úgy olyan döntéseket fogok hozni, hogy nem érdekel a világ. Geralt nem így döntene, én szerintem, hanem úgy, hogy Ciri mindenek előtt. És szerintem ez a helyes döntés, ez ami olyan Geraldos, hogy nem érdekel, menjünk. I couldn't care less about the White Frost. Let's just leave. Go. Úgysem lesz igazunk. No, Geralt. Így van. I've seen what is to come. I know destruction approaches. The worlds will freeze. De ezt akartam, hogy válassza Geralt. Only I can prevent this from happening. There's gotta be another way. What can you know about saving the world, silly? You're but a witcher. This is my story, not yours. You must let me finish telling it. Nem szólsz. Szerintem itt Geralt nem szólna, hanem hagyja akkor, hogy Ciri csinálja, amit akar. I'm sorry. Viszont nem tudom, hogy akkor így most hányféle befejezése van a játéknak, vagy hogy vannak ezek a befejezések. Tehát, hogy itt tudnám akkor végül is Cirit rádumálni, hogy mit csináljon, mit ne csináljon. Akár végül is marasztalni is tudnánk. Ez gyerekek Ciri döntése kellett, hogy legyen. Viszont az nagyon jó volt, hogy ott az elején én ki tudtam azt választani. Hogy nem érdekel a világ. Az nagyon jó volt. Ez most annyira az én szájízem szerint van, hogy nagyon. Hogy nagyon az én szájízem szerint van. Azt a mindenit. Hát ez nagyon jó. Azt a mindenit. Tehát, hogy benne volt ugye az, hogy igen, tehát leszarom a világot, menjünk együtt el, Ciri. És itt meg, hogy akkor végül is hagyjuk, hogy Ciri a döntését végig vigye. Zseniális. És akkor gondolom, hogy itt a végén akkor esetleg tudunk változtatni más befejezéseket. Meg végső soron, ahogy látom, most nagyon nem derül ki. Nagyon nem derül ki semmi? Várjuk még meg a végét azért. Ez nagyon jó így a végére ezt olvasni. Ezt itt lehet, hogy kihagytam volna a helyükbe. Amikor így ennyire... így valaminek a végén vagyunk, te úristen! Két héttel későn. És végsősorban nem tudjuk, hogy mi történt Cirivel. Nem biztos, hogy ő most feláldozta magát. The gentleman will follow. Valami véget ér, valami elkezdődik. Kövess. Álljön, ez mi? Fort Kite Squad. The Fundsberg Division as a whole. Deserters. Deserter. Does General Voorhees know? He's at a briefing. They're not letting anyone in.
Nonsense. Get in there and report to him at once. Mik vannak itt? Hogy mik vannak itt? Dezertál? De miért dezertál? Na jó, menjünk! Jó, mondjad a magadét. Persze. Jól látom, hogy csomagolnak? Jól látom? Valami csomagolás van itt, srácok. Tudunk menteni? Mentsünk egyet, de megint az üres mentési helyre. Ugyanis, hát nem tudom, hogy most mit csináljak, mennyire legyek türelmetlen és szemét. Hogy tudjátok, hát el van mentve egy állás, és hogy ott amikor Sirivel esetleg ki lehet próbálni, hogy amikor sok választási lehetőségünk van, hogy akkor mi legyen. Hát ezt még majd eldöntöm, én nem tudom. Ja, amúgy nem hallok ilyenre. Én egy olyan fából faragtak engem, hogy akkor próbálnák ki másikat, hogyha újra játszom a játékot teljesen. Hát majd. Ne reddenél! If the Emperor refuses, someone else must do it. How dare you? His Majesty would have been a cold corpse if my men hadn't stopped the assassin last night. And you believe that gives you the right to be arrogant? What I believe is that another attempt is imminent, and I can't be sure we'll be able to stop it. Ami még engem borzalmasan zavart, srácok, hogy Radoviddal mi a franc lett? Hát volt ellene egy rohadt nagy összeesküvés. Na jó, menjünk tovább. Tehát azt használták ki a redániaiak most, hogy végül is akkor a császár ugye, na akkor tehát ugye elment a szigetekre? Na hát nem tudom, na jó, mindegy, na majd kiderül. Majd kiderül, srácok, jaj. Az a tündercső, ez meg szerintem csak féltékeny volt, vagy hazudott. Hát én nem menném így kijelenteni. You're familiar with the prophecy. Siri tried to stop it. She did, but paid the ultimate price. Where is the body? I doubt it'll ever be found. Who else knows? Avalach, Elven Sage. But I doubt you'll find him either. And Yennefer? She's decided to stay in the north. Provided you don't object. I don't. And you? Hát semmi köze hozzám, és nem, gyerekek, a munkám a háború. Plenty of work for witchers after a war. I'll travel east, maybe north. Did Cirilla say... Did he ask you to convey anything? Igazából nem üzent semmit. Igazából nem üzent semmit, ugye? Itt most hazudhatnánk végül is. Sajnálta, hogy nem tud, elhiszi ő ezt? Az, hogy ön nem volt jó apa, az baromság. Ez a kettő lőhet szóba. Önről nem szólt, és ez az igazság. Ugye végül is. Mert nem mondott semmit. Jó, meg szitta is, az is igaz. De vagy önről nem szólt, vagy az, hogy hazudunk. Sajnálta, hogy nem tud elbúcsúzni. Mocskosul, lágy szívem van. She regretted not getting a chance to say goodbye. Did she tell you this? Really? Didn't have to. She wanted to make peace. I know that. If there's nothing else,
There is, but you may go. Van Damned. Annyira jó ez a karakter is. Witcher, I do not wish to see you ever again. Úristen, annyira jól ez a karakter, ez a császár, hogy nagyon. Tehát ez a beszólás, hogy van, de mehetsz, tehát úristen. Jó, jó. Hát, profi, nagyon profi. Ha a pengédet kifened. Hány óránál járunk? 1:15. El nem vészes. Ahhoz képest, hogy talán ez lesz akkor az utolsó rész így most az alapjátékból. Azt a mindenit. Na, Redania üt Vizimába. Mi lesz például ilyen... No. It's not exactly ours. More a captured vehicle. Booty, you might say. Folk must have abandoned it in their rush. To where, I don't know. Be a shame for the Reds to claim it. Vörösök ugye a Redaniak, azt hiszem, igen? Change is coming. Grown accustomed, we have. With the Black Ones gone, witch hunters will move in. Yet life will roll on. We've to seize the day. True that. So, let's get to work before night creeps up on us. Hát én most ennek itt mi értelme van? Bennem kell ég veletek, biztos, hogy nem kell segítség. Nekem most van egy olyan érzésem, hogy Geralt segíteni szeretne valamiért. Sure you don't need any help? I believe we will manage. Where are you headed? Nearest inn, by the looks of it. Yeah. Supposed to meet someone first, at the former campsite of the Nilfgaardians. You take care now. Menj el a romos erőthöz. Nézzük már meg, hogy mi a franc van itt még. A történetem Temeriában viszont könnyű betekezhetem a könyvben. Igen, közölje. Emery vár, Emery szel, Gerald a fény. Kinek, kivel van ott találkozunk? Most vagy Yennefer-rel, vagy pedig Ciri-vel. Mert szerintem itt rohadtul hazudtunk. Legalábbis van nekem egy olyan halvány sejtésem Ciri-vel kapcsolatban. Na, fiúk, lányok. Ó, de annyira, nekem annyira tetszett itt most ez a befejezés. Tehát, hogy én végül is megkaptam mindent, amit szer... Ó, de jól néz ki ez az... Úristen, de jól néz ki. Tehát, hogy én mindent megkaptam most itt a végén. El tudtam mondani azt, hogy leszarom a világot, és mi Ciri-vel együtt. Meg végsősorban igen, hogy Ciri, akkor csináld, amit akarsz, mert végsősorban igen, tehát, hogy az ő döntése kell, hogy legyen, nem az enyém. Zseniális. Na, viszont, hova megyünk most? Jó, srácok, én nekem most, hol vagyunk? Ja, itt van, ahol kezdődött. Persze. Itt vagyunk a csermelynél. Vagy fehér gyümölcsös kert. Miért csermelyt mondok? Azt hiszem van benne egy olyan rész, hogy fehér csermely, nem? Állj, vissza világtérképre? Na, így világtérképre. Érdekes, valamiért mindig ott beugrok annak, hogy azt jelzi. És nekem most nincs kellene teleportálgatni, természetesen még itt nem is lehet. Itt most szépen lovagolni fogunk keszeggel, aki hűséges paripánk volt. Aki hűséges paripánk volt. Nézzük meg, hogy... 34-es szint, valami sokára 35. Nézzük a felszerelésünket. Nem változott semmi, ugye? Igen. Nem változott semmi.
Hát ezt majd föltölthetjük szépen kövekkel. A remek művű farkaspáncélt. Rá fogok menni arra, mert még nem végeztünk a játékkal, mármint az alapjátékkal igen, de még a játékkal nem végeztünk, rá fogok menni arra szépen, hogy valószínűleg, hogy farkaspáncél, ki lesz fejlesztve, és a... ott van internet, a griff páncél is ki lesz fejlesztve szépen. Ez a két páncél nekem valamiért nagyon tetszik, de aztán lehet, hogy még ha marad idő, akkor a többit is. Például a macska páncél is szintén nekem úgy érdekel. Na jó van. Menjünk, srácok. Nem volt vészes a vége. Az biztos, hogy... azért jól döntöttem, hogy visszavettem a nehézségi szintet, mert lehet, hogy nem akartam volna én ennyit szenvedni gyerekek a végén. Ez így most pont jó volt. Nem is volt azért annyira könnyű legyőzni a két nagy ellenfelet, ugye? De nem is volt olyan nagyon könnyű, úgymond. Hát azért oda kellett egy picit figyelni, de nem volt nehéz, az semmiféleképpen sem. És hát ugye azon a nehézségi szinten meg lehet, hogy nagyon nehéz lett volna. Az nagyon nehéz lett volna. Ó, de zseniális. És ez is mennyire jó befejezés, mert nem úgy van, hogy na, ok-muk-fuk vége van, hanem egy kicsit hagyják az embert elgondolkodni, hogy mi is történt, tudok róla beszélni, ó, zseniális. Azt nem tudom, srácok, viszont, hogy legyen, hogy ha a stáblista elkezdődik, akkor lehet, hogy történik egy vágás, és a stáblistát én külön fölrakom, hogy azt most ne nézzük meg... ezzel együtt. Így is már 1 óra 22 percnél tartunk, jó? Tehát én a stáblistánál lehet, hogy lesz egy vágás, srácok. Amúgy is, én szerintem elmondtam mindent... Elmondtam én mindent a játékról. A játék közben zseniális, tetszik a befejezése, még nem vagyunk a végén, ugye? Nem tudom. Nem tudom, hol legyen ez a nagy... ilyen... valami... nem is végeztünk még a játékot. A francot erőlködök én itt. Folytatni fogjuk a játékot. Nem kell, srácok, itt görcsölnöm. Ahogy bejön a stáblista, lesz egy vágás, és ezt külön fogom fölrakni. És végeztünk, tehát ennyi. Zseniális a játék. No, nézzük. Mr. Ort. Katonák vannak itt. Nem erre számítottam. Probably got held back. Kit? Na most vagy ilyen? Ki lesz az? Meglepetés. Néhány órával később. You're late. Soldiers. Blocking the roads, I know. No matter. You have it? As agreed. 38.5-inch blade. Weight just under 40 ounces. Silver-plated siderite steel core. Na jó, van, hagyjatok már, hát erre nem számít. Beautiful. Been in this trade for 3 decades. Only the best swordsman of the court. Hát én most tökén szúrom magam a gyereket. I say no witcher has, or ever had a better weapon. Zseniális. Reputation precedes you, Master Ort. I'd never doubt you. The inscription, as you asked. Aj, zseniális. Hát erre nem számítottam. Azt a mindenit. Legyen ez a végszó gyerekek, hogy zseniális. Ja, természetesen Zero, ja. Swallow. Classic Elder Speech runes, no styling, simple and precise. May I? It is yours. If you'd like to test it, had my lackeys put out a training dummy. Mm-hmm. Your payment, gems only, as requested. If you've an eye out for work, heard a Striggers prowling the Maribor Forest. Thanks. Need to visit the tavern first, but after...
Who knows? Good luck on the path, Witcher. Osta mindenit. Hát és még mindig akkor van. Ó, bocs. Na nézzük. Zirael, ezüstkard. Nincs is semmi értéke neki végső soron. De én azért átrakom így a végére. Jaj, bocsánat. Jaj, most már itt nagyon-nagyon-nagyon gondba vagyok. Azt a mindenit. Menjünk a fogadóba. Még mindig nem fogok itt gyors utazni. Érdemtelen. Nek tartom azt, hogy én most itt gyors utazgassak. Nem. Nem. Jaj, nem akarjuk... Hát, akarjuk, várjatok? A páncélkovás segédje. Nézzük meg! De most... Aha, na itt, akkor őt. Na, így van. Csaptostunk egy párat. És mehetünk, srácok. Aj, annyira... Ez az? Annyira... Tényleg nincs kedvem teleportálgatni. Most ehhez van kedvem is. És egy picit még hagyom, hogy a játéknak a hangulata, ez a vége így még átjárjon. Elringasson. Zseniális. És ezzel is, hogy így meg tudtak lepni itt a vég, és még nem vagyunk a végén, tehát bocsánat, tehát hogy ezzel, hogy itt teljesen másra számítottam. Hogy most akkor már egyből találkozunk Yennefer-rel, de nem. Vagy Ciri-vel, most tök mindegy, de ugye, hát úgy néz ki, hogy akkor Ciri... Ez mi? Ő melyik? Vegyük üldözőbe a törpöt. Nem akarom megölni, és remélem, hogy nem is kell. Itt volt a nyoma valahol. Itt van. Nézzük már egy lábnyomot, hogy... Jó fele megyünk? Ahogy nézem a lábnyomokból, talán jó fele megyünk. Arra? Attól félek, hogy már megint itt összekurszálódik nekem ez a... jelölés, hogy itt a fogadó, jó. Nem, tehát nekem most ezt kéne követni. A törpöt. Jó, tehát... Footprints. Oké. A dwarfs. Aha, na és akkor a lábnyomok alakjából ítélve akkor... Így erre. Melyik törp lesz? A habcék lesznek? Akik ott hagytak minket a kötszigeten? Jó, ötös szintű vagy, barátom. Nem akarom megölni a törpéket, mert hát végül is most... Hát, nem vagyok én ilyen kicsinyes. De nézzük már meg, hogy mi lesz itt. Ha azokról a törpékről van szó. Pedig ott anyáztam rendesen. All right. Out. Többen vannak. How was your trip? Smooth sailing? Kötsziget. You're lucky you and that lass weren't in it with us. You'd not have fit anyhow. Mm. We're so late in that boat, we barely made land. And it reeked of fish manure. Jó, hát egy picit azért dorgoljuk meg őket. Borrowed. We knew it was yours, still is.
You don't think we'd do that to a mate like you? Plough you soapless while you slept off a bender? Oh, that's good. So, gonna give me my boat back? Why in the gods' names would you need a boat in this brush? Fair enough. Forget I said anything. How do you wind up here? Our affairs brought us here. Hard times, you know. Got to earn a coin where you can. Folk around here need surveyors? We've shifted our efforts. Investors now. Investors. They've come for us. Hide! Eh? What's going on? You've not seen us? The dwarves, where are they? Dwarves? Don't feign ignorance. We've been after them since yesterday, after they stole the Reverend Michaelis' golden chalice. Anyone aiding criminals will be subject to punishment by the Holy Tribunal of the Eternal Fire. Who's this Reverend Michaelis? A traveling preacher. A saintly man anointed by the Hierarch himself. He's purged thousands of souls already. By purging, you mean the cleansing fire of the stake? You know of another way. Igen. Hogy ne. Jó. Itt nincsenek törpök. Hát én nem akarom őket, mert gondolom azt, hogy fenyegetsz. Akkor őket megöljük, de itt nincsenek törpök. No dwarves here. Mean to say this is your camp? Five tankers, five saddles, all yours. Been tracking these dwarves for a while. About 2 days ahead of me now. They abandoned this camp in a hurry. Something must have scared them. Could be they heard about Reverend Michaelis's ire. Let's go. A new mutant. Better not get in our way. Oh, thank you for that, Witcher. I told the lads back then you're a good fella, and we shouldn't have took your boat. Heard you've gone into investments. Asset management. Aye. Investments in movable assets. Well, these days you just never know when... That extra gold chalice could come in handy. I get it. What did you do with it? We don't have it. Found a buyer. Mr. Mirrorday, was it? Funny name. Paid good coin. We'd share it with you. We would, but you look like one who just frowned in any proceeds from theft. Aye, you got that righteous frown on you, definitely. Nem! Ha ennyire akarjátok, elfogadom a pénzt. Won't say no to friends. Actually, I'll gladly take some of that coin. Witcher's ethics. World's going to shit. At least we nicked his dinghy. Jaj, de jó volt. Hát ez nem volt sok minden esetre, de a poén megérte. Jó van. Ott van valahol nekünk egy erőhelyünk. Hát én nem tudom, hogy... Magic. Ezt már felfedeztük. Ezt már felfedeztük természetesen, de... Csináljuk. Srácok, azt nem tudom, hogy most vége legyen a videónak, hogy mi legyen, mert... másfél óránál tartunk, basszus kulcs. Én nekem most nincs ezt a hangulatomat, nekem tönköt tenném. Bocsánat, én most folytatom. Hoppá. Na, menjünk itt az úton, kedves köszönöm. Tehát én nekem nincs kedvem ezt a hangulatot. És jó szokás szerint, de ne a farkas felé fussjál, te okos tojás! Istenem, tehát most... Hol vagy?
meghalt? Hát lehet. Benne megvolt a jó szendék, fiúk. Kiváló fecske. Meg egy roston sültet benyomunk. Lehet, hogy meghalt ez a szerencsétlen, mert nem látom. Aha, ott van, ott van. Na jó, tehát megvolt bennem a jó szendék. Na, tehát nekem nincs kedvem tönkretenni ezt a hangulatot, hogy most ezt folytatom. Come on, Roach. Rakjuk mellé a kardot. Na. Annyira elkapott most a játéknak a hangulata, hogy hihetetlen. Ja. Na, mi lesz ott a végén? Come on now. Semmi, menjünk. Hold up, sir! I beg you! What's the problem? Csak nem így tudok eljutni a francia gyemek. Help me! Választható, segíts a falusiak. Redáni. Hova menjünk? Nem szeretjük a redániakat. Na jó, de végül is ennyi? Tehát, hogy elmenekültek a falusiak? Jó, mindegy. Nem szeretjük a redániakat, meg hogy így erőszakoskodtak velük. Lázadás. Milyen lázadás? Redániak vagytok? Milyen lázadásról beszéltek az Isten elnyomné? Hát ezeket itt elfogt, vagy tehát igen, tehát itt ők Nilfgaardi uralom alatt voltak. De, hát ezt nem értem viszont, hogy most ezek az a redániak hogy kerültek ide. Erre még nagyon nem kaptunk magyarázatot, srácok. Elég rossz... rossz időszak jön. Na nézzük, srácok. No, ki leszel? Ő egy lány lesz. Már innen látszik. Ajándékba csináltatta Szirinek? Is it done? Yes. Did he believe you? I have no idea. Picit nem vagyok meglepve. For the cockatrice. And we've a new contract. It won't pay much, but I think it worth the toil. You've been busy. It's yours. Just got a flip. Hát, tehát, igen, tehát hallható, hogy nem vagyok meglepve ma, srácok. Valahogy nem is az, hogy reménykedtem benne. Beautiful. May I? Not here.
You'll have ample opportunity soon enough, Witcher. Let's try it out then. No. Zseniális, itt lesz vége. Köszöntöm szépen a figyelmet, srácok. Radovid had many faults. He was cruel, impetuous, and pathologically ambitious. But he was a tactical genius. That's undeniable. Commanding forces far outnumbered by his foes. He handily defeated the invader from the south. The Redanian eagle spread its wings, taking all the north, including Novigrad and Leith. With victory in the war against Nilfgaard secured, Radovid proceeded to complete his witch hunt. As they had in Novigrad, pyres burned in Temeria and Edirne, lands now liberated by the Redanian monarch. In the drive for moral renewal, simple herbalists, pellers, healers, and non-humans, all supposed heretics, were murdered in droves. For many, freedom beneath Radovid's scepter proved more tragic than servitude to another. As long as his armies went from one victory to the next, Emir's subjects remained boundlessly obedient. When a string of humiliating defeats proved Varemri's fallible, the opposition, thus far secret, attacked. The subjects of the Emperor who had danced on the graves of his foes laid him to rest in a tomb of his own. While the continent bled engulfed by war, Skellige bloomed under Ceres's enlightened rule. Unlike those who had come before her, the young queen did not raid foreign shores, looking instead to her people, tending to her land. The island-bound nation prospered, though its fangs of yore were dulled. Cirilla, Fiona, Ellen, Rhiannon, heir to Nilfgaard's throne, chose the life of a witcher on the path. Geralt taught her all he knew, every skill he possessed, then each set off on their own. Soon word of the ashen-haired witcheress had spread throughout the north, from the Yoruga to the mountains of Kovir. While monarchs moved borders and populations, Geralt and Yennefer lived a calm, quiet life, far from all things political. They breakfasted well afternoon, more often than not in bed, and passed the days on lazy strolls and long conversations. Boring, you say? Perhaps. But both had sought this more than anything else.